A jó sajt az egészséges állattejéből, tisztán fejve, közvetlenül vagy feldolgozva, vagy lehűtve, ezután megfelelő technológiát használva lehet egy jó tradicionális sajtot készíteni. Maga a sajtkészítés két típusa lehetséges, lehet az enzimmel történő kicsapása, és lehet az úgynevezett panír sajt, amit só, ecet használatával készítenek. Célszerűbb az oltós alvasztás, mert így maga a sajt egy élő anyaggá válik, míg a só és ecet használat, akkor csak kicsapódik a fehérje, és különösebb változás nem fog okozni, ez egy friss sajt lesz. Az oltóval történő sajt készítése pedig egy folyamatos biológiai lebomlás eredményez, és ennek következtében a sajt mindig más, más és más lesz, akár egy-két éves koráig is. Először is a tejet fölmelegítjük 25-30 fokra maximum. Ezen a hőmérsékleten beoltjuk egy enzimmel, ezt kimozinnak nevezik. Ez az enzim fél óra alatt megfelelő keménységűve édesen megalvassza a tejet. Ezután fölvágjuk az így keletkezett alvadékot, megkapjuk a töretet. A töretet tovább mozgatva úgymond szárítjuk a megfelelő szárasság eléréséig, mozgatjuk, közben savót távolítunk el róla, amikor úgy gondoljuk, hogy már megfelelő az állaga, ez sajtípustól függő, akkor leszedjük a savót, formába rakjuk, és az alapsajt idáig elkészült, ezután következik maga a sózása, ezt általában sólébe tesszük a sajtot, és mérettől, fajtától függően akár fél órától, akár két napig sólében tartjuk, 20%-os sólében, és ezután pedig érleljük. Tehát ez már a sajt második életciklusa, maga az érlelés. Nagyjából így készül egy sajt. Tehát most az édes sajt, amikor elkészült, akkor az édes oltós savóból meg tudjuk csinálni az ordát, vagy édes túrót, vagy rikottát, ki hogy nevezi. Az a lényeg, ez egy savúsav. Fölmelegítjük, és valamilyen savat teszünk hozzá. Erdélyben éles írót, úgy nevezik, hogy éles írót szoktak hozzátenni, az az előző napi savanyú savú. Mi most citromsavat fogunk hozzátenni, és ezzel próbáljuk kicsapni majd. Nem biztos, hogy sikerül, de megpróbáljuk. Most ezt lekapcsoljuk már, és kicsapódott a fehérje, a savú fehérje. Látszik, hogy gyönyörűen letisztult, szinte víztiszta lesz, és ezt csak egyszerűen leszűrjük, és ami megkapunk, ez a savú sajt vagy orda. Ezt mindenféleképpen lehet használni, így natúron is, de ízesítve, akár kis fokhagymával, mézzel, dióval, áfonyával, esetleg szarvasgombával. Én úgy kezdtem, hogy 20 évvel ezelőtt nem vették meg a tejet otthon. Saját állatunk által termelt tejet, és akkor elkezdtem olvasgatni, próbálkozni a sajttal. Gyerekkoromban mindig a paranyica volt a kedvencem, és hát úgy gondoltam, hogy ezt meg kell tudni csinálni, hát és addig küzdöttem, amikor egyszer sikerült. Persze addig olyan rossz sajtokat is csináltam, hogy még a kutya se ette meg, de ez egy másik dolog. Ezután szépen elkezdtünk tanulgatni, mindent elolvastam, majd vénfejjel beültem az egyetemre, elvégeztem az egyetemet, és ma már ott tartunk, hogy vendégelőadóként én is előadok a egyetemen. És közben csináljuk a sajtokat, saját sajtjainkat, manufakturális sajtokat, mindenféle
szintenyészet, mindenféle pasztőrözés nélkül, és hát a vevők megelégedésére talán meg is tudunk élni. Egyelőre úgy néz ki belőle.